Ezeket a ruhakölteményeket fiatal divattervező növendékek álmodták meg. Frissességük, könnyedségük mellett még egy dologban hasonlítanak egymáshoz. Anyaguk minden esetben valamilyen hulladék, leginkább papír. Napilapokból van összerakva, összegyűrve és rávarva egyenként. Hát ez inkább ilyen divatlapokból áll össze. Ez is így összevarva, hát igen, csak nehézkes benne létezni. Ez a Jackie viszont csak egy dologban hasonlít az előbb bemutatott modellekhez. Ez is hulladékból, nevezetesen műanyagpalackokból készült, valahol Kínában. A Hulladékból termék című kiállításon azt is megtudtuk. A Magyarországon összegyűjtött és apróra vágott PET palackok legnagyobb részét a távol-keleti országban veszik meg. Az utóbbi hónapokban azonban az ottani ipar is megérezte a világgazdasági válságot. Mondhatom azt, hogy az áresés jelentős része a kínai kereslet csökkenéséből adódik. Így aztán az ilyen üzemekben előállított újra felhasználásra készülő anyag, papír vagy fém hulladék most nehezebben talál gazdára, mint eddig. Kínálat pedig van, csak ezen a telepen napi 20 tonnányi PET palackot dolgoznak fel. A szakemberek szerint ez a mennyiség lehetne lényegesen több is, mert ma csak az ilyen palackok mintegy 20%-a kerül a szelektív gyűjtőbe. És sajnos a szigetekre nem csak az odavalót visszük. A tavalyi évben 84.500 köbméternyi illegális hulladékot vittünk el csak a szelektív szigetek mellől, ami mindannyiunknak 718 millió forintjába kerül. A hulladék újrafelhasználása azonban még így is jó üzlet, hiszen az üdítős üvegekből, fémdobozokból vagy megunt újságokból nagyon sok minden készülhet. Ugyanakkor sokan mondják, hogy az újrahasznosítás az ipari termelés bővülésével, a kényszerű szállítással ugyancsak szennyezi a környezetet. Mindig meg kell nézni a szelektív gyűjtésnél, hogy túlzottan nagy ráfordítással nem érdemes szelektíven gyűjteni. Tehát meg kell nézni, mi az a környezeti terhelés, amelynél még megéri begyűjteni a hulladékot. De egy ilyen nagyvárosban, mint ahogy itt vagyunk Budapesten, itt ki lehet alakítani olyan infrastruktúrát, illetve olyan logisztikai rendszert, ami gazdaságossá teszi ezt a gyűjtést. Az igazgató azonban azt gondolja, végső soron a nem bomló hulladékok felhasználását kellene visszaszorítani. Én magam is szódavizet iszom, és nem ásványvizet, tehát nem használok PET palackot. A budapestiek 2003-ban még csak 130 tonna, tavaly pedig már 21 000 tonna hulladékot helyeztek el a szelektív gyűjtőszigeteken.